600 millió forintot nyertem. 55 éves vagyok, nem lenne muszáj, azt most nyitok vállalkozást. Mindenki a valamilyen értelemben akárhol is van, így a fény felé törekszik. De nyilván olyan hatása is van a filmnek, hogy az ember egy kicsit így megrázza magát, és azt mondja, hogy na jó, hát nem biztos, hogy ennyire hálátlannak kell lenni. Algún secreto que te haya contado Alice? Que fue abusada. La habían dejado abandonada. No sé. Pasarte a dormir en una cama, a dormir en un piso, es muy duro. Ella empezó a prostituirse. Azt érzem, hogy tulajdonképpen nekem ehhez képest, amit most látok, semmi bajom. Tehát, hogy ennek a szekciónak az is lehetne címe, hogy neked mi a bajod egyáltalán, mert hogy tényleg olyan sorsok, amik nagyon megrázóak. Ukhodi do sara hama veja. Do sara se charm haul das wandam. Khajandar. Chen walate suri hum legda. Négy éves kisfiú és 2 évesen került oda, tehát 2 évig volt ott egy eléggé meghatározó időszakban, volt a szivacsúgy szívből minden, de erre szükség sem volt, mert elég erőszakosan bántak vele, és tulajdonképpen mint egy kis vad róka, vagy tehát, hogy nem is tudom, nem is tanítok rá szavakat, amilyen ellenséges volt emberrel, állattal, és azonnal gyilkolni szeretett volna, és egyszer csak jött egy nő, gyerekpszichológus, és segített neki, és aztán valahogy ahogyan utána tekinteni tudott, és szemekbe tudott nézni, és ahogy volt, ez nekem nagyon erős volt, és megható. Kadom kol mishalom akirot, ani Oren Levy, ani rotze liot bemaisratim. Nolodeti beGuatemala. Zot achoti ha'me'atzbenet, vegam ota hebiu miGuatemala. Ze pnimia. Mert vannak rám olyan hatással a dokumentumfilmek, hogy azt tudom érezni, hogy semmi másnak nincs értelme. Tehát, hogyha történetet mesélünk, akkor semmi másnak nincs értelme. Én egyáltalán nem néztem dokumentumfilmeket, és most szinte nem bírom abba hagyni, szóval nagyon-nagyon jó leső. Ella quisiera alguna vez llegar a ser como presidenta de Colombia. Y sería la mujer más feliz del mundo, ella me decía. Van a dokumentumfilmnek szerintem közösség építő ereje és empátia fejlesztő hatása. Tehát én azt gondolom, hogy fontos lenne például a gimnáziumokban sokkal több dokumentumfilmet vetíteni, vagy a fiatalokkal ezt megismertetni, mert nagyon erős hatású műfaj szerintem.